Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a mai videóban. A mai nap a Platform című film első részéről fejteném ki a véleményem nektek. A Netflixnek hála már a nézők elé került jó néhány meglepő alkotás. A Platform pedig kimondottan élik a felhozata a jobb darabjai közé. Ráadásul nehéz volna kizárólag horror filmként kezelni. Elvégre stílusában talán az 1997-es kockával vonható párhuzamba. Csak azzal ellentétben egyértelmű utalásokkal és párhuzamokkal él, hogy görbetükröt mutasson sokunk számára. A sztori úgy kezdődik, hogy főhősünk Goreng új helyen ébred, egyetlen szobatársa, egy gödörnek nevezett pokoli hely egyik emeletén a számtalan közül. Az elsőre szófukarnak külnöt, rimagásival végül egész jól megértik egymást. Miután nagyjából lefektették a szabályokat, így a néző is viszonylag gyorsan tisztába kerül azzal, hogy milyen helyről is van szó. Lényegében egy börtönről, ami ha nem is pont a 33 emelet mélyen van a pokolban, ahogyan azt már régen megálmodták, de azon is túlt ez. Miközben önként is bele lehet vonulni egyfajta kísérletként. Koránk pontosan így tett, hogy leszokjon káros szokásáról, valamint azért, hogy elolvassa Don donki miközben trémagási pont az ellentétje az idealista fiatalembernek. A felépítés amúgy a következő: az emeletek apró helyiségekre vannak osztva, mindössze két ágyal és egy mosdóval, közepén pedig egy hatalmas lyukkal, amin keresztül az ételt szállító lift közlekedik. És bár a táplálkozásra vannak különböző szabályok, mint például az, hogy a megtartani semmit nem lehet, csak addig szabad enni, amíg a platform az adott szinten van. Azzal mégsem törődik senki, hogy minél lentebb kerül valaki, annál kevesebb az esély van arra, hogy bármit is fogyasszon, míg le nem telik egy hónap, mikor aztán egy teljesen új, véletlenszerűen választott szinten ébred. No, és pontosan itt kezdődnek a bonyodalmak. Hiszen a szintek között is belviszáj van, a fentiek nem törődnek az alattuk lévőkkel, sőt le is nézik őket, így pedig elég nehéz lesz bármiféle konszenzusra jutni. De mint említettem, Goreng meglehetősen idealista, így bár lakótársa mellett önmagával is szembe kell néznie. Nem véletlen, hogy az egyetlen személyes tárgya pont Miguel de Cervantes Saavedra regénye, aminek megfelelően jár el. Igen komoly társadalmi beidegződések és téveszmékre építkező zsákutcák elevenednek meg a spanyol filmben, amely nagyon kevés tényleges szereplőre hagyatkozva, és átlagosan egyetlen szobányi területre korlátozódva tartja fenn az érdeklődés másfél órás játék ideje során. Ez már önmagában is értékelendő. Elvégre könnyű kisiklatni az ilyen jellegű cselekményt, de David Dessola írásából Gardner úr úrútja nagyszerű végeredményt hozott össze, ami végig nyomasztó, feszült, érdekes, egyedül talán a lezárás környékére válik picit összecsapotta. A karakterek erősek, egyediek, a hangulat végig parád és az étel jelző hangeffektel is az egyszerű, de emlékezetes zenei fő témával. Miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy sem Goren külseje, sem az azzal párhuzamba állított regény jelenléte nem véletlen, hiszen ő is megvívja a maga szélmalom harcát mikor szembe megy a beidegződéssel és iratlan szabályokkal. Márpedig ezek kimondatlan és mégis kötelezőnek beállított viszonyok egész társadalmunkat határozzák meg. A gödörben elkövetett hibák és embertelenségek pedig civilizációnk bűneire reflektálnak. Egyértelmű metaforákkal találhatjuk szemben magunkat. Talán még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy az emberiséggel és a jelenlegi jó régóta futó rendszerrel minden rendben van, mert ez így jó. De aki kicsit is elmékedett már azon, mennyire beteg és egészségtelen berendezkedésbe süppedünk bele, még véletlenül sem változható az alapvető problémákon, A pillanatok alatt meglátja az összefüggéseket, amik a teljes történeten érezhetik hatásukat. De még ezek nélkül is remek filmről van szó. Az a platform könnyedén ajánlható mindazoknak, akik nem kizárólag a mainstream látványfilmekért vannak oda. Itt ugyanis nincsenek robbanások, szemkápráztató effektek, nincs folyamatos akció, éppen ezért nem is lehet elmismásolni azt a másfél órát. Van azonban színészi játék, mondani való hangulat, és leginkább pedig ötlet, ami legfeljebb a már emlegetett kockával vonható párhuzamba. Nem tökéletes, de nagyon kellemes meglepetés az intelligencebb darabok kedvelőinek, ami a horror zsánérbe is tökéletesen beleillik. Néhol embertelen, néhol pedig meglehetősen naturalista jellemzőivel. Nektek hogy tetszett a platform első része? Nyugodtan írjátok le a véleményeteket kommentbe, mert nagyon kíváncsi lennék rá. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomassatok rá egy lájkot, és persze ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Találkozunk majd a következő videóban. Sziasztok!